Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Megmaradt még egy kis Call of Duty Blackout anyagom. Gondoltam, megosztom veletek, és beszélgessünk egy kicsit a Blackoutról, magáról a Blackoutról, meg talán egy kicsit ugye a kodról is, mielőtt még megjelenik. Egy ilyen kis figyelmeztetőre szeretném felhívni nektek a figyelmeteket. És állítólag em a gameplay végén, amit itt láthattok most videón, maga VR Jani, illetve Nessai lőtt le minket. Legalábbis ezt mondta Gomi, akivel játszottam, hogy ők voltak azok. Hát nem tudom, mondjátok meg ti, én nem szoktam őket nézni, nem tudom, milyen játékbéli neveket használnak, vagy nem tudom, de mondjátok meg ti. Na mindegy, szóval beszélgessünk egy kicsit a Blackoutról, illetve a kódról, és a kódnak a problémájáról, amit úgy gondolom, hogy a készítők egyáltalán nem vesznek komolyan, soha nem is vették komolyan, igazán komolyan soha nem is vették, és potenciálisan, természetesen nem biztos, hogy így lesz, de potenciálisan egy nagy hátulütője lehet a Call of Duty-nak, és szeretném, hogyha így képben lennétek ezzel. Mármint főleg azok, akik nem kodoztak eddig, de viszont játszottak a Blackout-tal, és a Blackout-ba így beleszerettek, mint egy Battle Royale játékba, mert azt kell, hogy mondjam, még én is, aki kifejezetten nem vagyok Battle Royale-os, illetve nem feltétlenül élvezem azt a játékot, még én is azt mondtam a Blackout-ról, hogy ez jó, ez egy jó, szórakoztam ezzel a játékkal, még annak ellenére is, hogy az elég béna vagyok egy Battle Royale-ban, mivel hogy soha nem igazán játszom őket. Úgyhogy, és ez jó volt. Valószínűleg persze benne van az is, hogy egy, hogy is mondjam, otthonos környezetben mozgok Call of Duty miatt, és ezért volt benne egy kis sikerélményem, de azért van itt egy bizonyos faktor, amit a COD sosem vett igazán komolyan. És ez nagyon nem fog kiérződni magában a multiplayerben, de a Blackoutban igenis ki fog érződni, és mégpedig ez a faktor, azok a csalók. Nos, Call of Duty az híres a csalókról, mégpedig arról, hogy sokan vannak. Illetve, hogy nagyon könnyű csalni a kódban, és hogy rohadtul nem tesznek semmit se ellene a készítők, semmit nem tesznek, egy komolyabb anti-cheat szoftvert nem fejlesztenek a játékra, hogy kiszűrjék a csalókat. Na most, ugye hozzuk fel itt egy kicsit a PUBG-t példának, ugye a PUBG-ról, ha jól tudom, nem is olyan rég, egy pár hónapja, valami 1 millió játékos bannolt ki cheat miatt, tehát legalább valamit tesznek, és valamivel komolyabban fellépnek ellene, mondjuk egyes országok börtönbüntetést adnak, de a lényeg az, hogy valamit tesznek, és komolyabban fellépnek ellene. Na most, nem tudom, hogy mennyien csalnak a PUBG-ban, vagy ti mennyire futottatok bele esetleg csalókba a PUBG-ban, de a COD, és talán nem tudom, de azért a COD-ban, hogyha csalnak egy ilyen szintű játékban, egy ilyen kaliberű játékban, mint a Blackout, az nagyon ki fog érződni. Nagyon-nagyon ki fog érződni az, hogyha 5 millió kilométerről lelőnek, és egy golyóba halsz. Az aimbot az kurva jól működik a Call of Duty-ban. A wallhack az kurva jól működik a Call of Duty-ban. És ez nagyon-nagyon be fogja folyásolni a játékot. Miért mondom ezt? Azért, mert ez a játék, ez kurva jó. Mármint nehéz ennyi év után, amit játszottam a Call of Duty-val, azt mondani, hogy a játék kurva jó, de élveztem, szóval jó, nem egy nagy szám, meg nem tudom valami, nagyon gyorsan összedobták, de folyamatosan fogják fejleszteni, és a Blackoutnak potenciális esélye van arra, hogy egy olyan szintű játékot, mint a PUBG, ledöntsön a lábáról. Tehát nem is az, hogy ledöntsön a lábáról, de hogy elvigye tőle azt egy milliós játékos bázist, hogyha nagyon kijut a hír, hogyha a nagyobb videósok felkapják, hogyha olyanok, mint Dr. Disrespect vagy Ninja fogják és játszanak a játékkal, már pedig ugye Dr. Disrespect játszott a játékkal és élvezte a játékot, nem húzta a játékot, ez kurva nagy szót jelent egy olyan játék számára, mint a COD, ami mostában ugye haldoklott, és a Blackout lehet a mentő abban a bizonyos óceánban a COD számára, és potenciálisan megvan az esélye arra, hogy kinőjön, hatalmas ez a játék. Viszont a probléma az ott van, hogy akkor, amikor maga a
Call of Duty is hatalmas volt, és milliós játékbázisa volt, mint anno valami, mint most ugye a PUBG-nek kb. Jó, talán ekkora sosem volt a CODér, de volt milliós játékos bázis a CODnak is. Akkor sem léptek igazán komolyan a cheaterek ellen, és attól félek, hogy most sem fognak. Szóval bárcsak nem ott lennénk, hogy az Activision egy ilyen gyors money grab, egy ilyen gyors pénzszerzési lehetőséget lát a Blackoutban, gyorsan megcsinálták, két hónap alatt összedobták, kiadják, hú, hát ez véletlenül jó sikerült, tök jó, akkor a játékosoknak gyorsan szedjük be a pénzt, mikrotranszakciók, ilyen skin, olyan skin, anyám kínja, minden jó, beszedik a pénzt, aztán majd egy év után telibe szarják, mert hogy általában az történik, vagy ugye komolyan belefektetnek pénzt, és ezt fogják továbbfejleszteni, és ezentúl a Call of Duty is egy Battle Royale játék lesz. Tehát valami, én most valami ilyesmi jövőt látok a Call of Duty-nak, annak ellenére, hogy a multiplayer-re is tök jó volt ugye ennek a legújabb Black Ops-nak. Szóval nem tudom ti, hogy látjátok? Szóval azért a cheaterek nagyon nagy gond volt mindig a kódba, és sokan voltak, mert hogy könnyű volt cheaterni lebukás nélkül. Című történet, és ez egy Battle Royale játékban nagyon-nagyon frusztráló, és nagyon-nagyon rosszul veheti ki magát, és emiatt a játékosok nagyon-nagyon gyorsan elhagyhatják ezt a játékot, vagy visszamehetnek a régi megszokott Battle Royale játékukhoz. Úgyhogy azt a javaslatot tudom adni nektek, hogy várjuk ki, nagyon várjuk ki, hogy mi történik. Jó, nem azt mondom, vedd meg a kódot, ha szeretnéd, de mert a multiplayerben, ha vannak is csalók, annyira nem érzed súlyosnak az, hogyha a sima multiplayerbe csalnak, leszarod, mész következő meccsre, ott már nem lesz csaló. Viszont, hogyha egy olyan komoly játékot veszünk most rába, mint a Battle Royale játékok, aminek úgy még kompetitivitás szinten a mai gamer világban számít valami. Tudjátok, régen, amikor ültél és első akartál lenni minden meccsen, minden Search and Destroy-on első akartál lenni, mert az volt a legjobb, az most a Battle Royale, szóval számít a játék, amit játszol, hogyha Battle Royale-ban játszol. Te szeretnél első lenni, szeretnél a legjobb lenni, és egy cheater ezt tőled nagyon-nagyon-nagyon könnyen elveheti, és könnyen belefuthatsz, mivel 100 ember játszik egyszerre, vagy hogy nem, könnyen belefuthatsz abba, hogy egy meccsen 3, 4, 10, 20 cheater is lehet egyszerre, szóval, és ez előfordulhat gyakran, mert a kódban sajnos ez benne van. Srácok, ti hogy látjátok? Gond lesz ez a cheaterezés? Problémát fog ez jelenteni az Activisionnek? Ez lesz, ami megakadályozza vajon a Blackoutnak a sikerét? Azt, hogy túl sok lesz benne a cheater, és az Activision Treyarch nem fogják komolyan venni azt, hogy tegyenek valamit a cheaterek ellen? Meglátjuk, azt hiszem. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl, Discord szerverünk bárki számára elérhető, link a videó leírásban. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!